Napot kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm a Facebookon velünk lévőket, és azt is köszönöm, hogy nem mindenki gondolta úgy, hogy csak online módon követ, és van, aki eljött ide szolidaritását kifejezni. Természetesen mindenkit kértünk arra, hogy a nagyon szigorú járványvédelmi szabályokat tartsa be, és csak ennek betartásával fejezze ki együttérzését, illetve tiltakozását. Hiszen a mai alkalommal sajnálatos módon azért vagyunk itt, mert egy nagyszerű kezdeményezés, amit ebben a városban sikerült hosszú-hosszú évek után végre elindítani, és nagyon sok vásárhelyének a szolgálatába állítani a helyi tömegközlekedést. Ezt a helyi tömegközlekedést az óránkénti városkártyával ingyenes buszjáratokat lehetetlenítette el most a Fidesz, illetve konkrétan Juhász Tünde által vezetett kormányhivatal. Az ez elleni tiltakozás előtt azonban szeretném összefoglalni, hogy miért is volt annyira sikeres és népszerű ez a kezdeményezés. A városban az elmúlt évtizedekben egyre kevesebben használták a buszokat, ugyanakkor nagyon sok pénzt fizettünk ki érte. Ezek a buszok szinte üresen jártak. A városban majdnem, hogy több buszjárat járt, mint ahány utas utazott rajta. 37 volt átlagosan egy évvel ezelőtt még a napi utas létszám. A városnak több mint 10 vonalán, naponta több járaton összesen. És a munkás járatokat itt most nem számoltuk oda. Új útvonalakat határoztunk meg, amit indokolt az is, hogy itt én velem szemben, a Hősök terén lesz az egyik legforgalmasabb tramtrén megálló. Aki Szegedre akar közlekedni, most is éppen a Volánbusznak az egyik járata állt meg itt a téren. Már most is nagyon sokan itt szállnak fel a buszokra. Biztosak vagyunk benne, hogy a tramtrénre is itt fognak legtöbben felszállni, vagy az egyik legtöbben felszállni. Ezen a helyen, a volt strandparkolóban, amit az utóbbi időben már nem használtak a strandra érkezők, kialakítottunk egy helyi autóbuszközpontot. 3 körjáratos autóbuszjárat, mindegyike itt találkozik óránként 2 alkalommal. Ami azt jelenti, hogy a városban közlekedő autóbuszok bármelyikére, ha felszállnak, akkor 30 percen belül garantáltan itt lesznek a város központjában, a tramtrén megállónál. Tehát azt a feltételt is teljesítette ez a kiváló terv, menetrend, amit Jóvány Gyula dolgozott ki személyesen, és keresett meg bennünket egy évvel ezelőtt ezzel a lehetőséggel, hogy a tramtrén bevezetésével és indulásával Hódmezővásárhely teljes lakossága élvezhesse az egyébként csak a belváros számára könnyen megközelíthető tramtrén útvonalat. Nagyon fontos az, hogy a 3 körjárat olyan területeket is bekapcsolt a város vérkeringésébe, ahol eddig nem is volt buszjárat, elsősorban Öreg-Kishomokra gondolok, ahol pedig a legindokoltabb volt ez a szolgáltatás, és nem voltak elégedettek vele az ott lakók, így különösen Kishomok, Béketelep, Kincsestelep városrészekre gondolok, ott az eddigi szolgáltatása többszörösére emelkedett. Például ma reggel egy idős asszony megállított, ő is felháborodását fejezte ki, és azt mondta, hogy az előző 3 napban, 3 napig járt ugyanis ez a nagyszerű buszjárat. Az előző 3 napban ő már is minden alkalommal Kishomokról ezzel az új buszjárattal jött be a városba, hiszen az eddigi 2 buszjárat, amit már mi indítottunk el másfél évvel ezelőtt, ahelyett most Kishomokot 10 járat is érintette naponta. Még jobb a helyzet a Kincsestelepen, a Dobó-Bibó-Janáki utcákon, ahol az ott lakók távol vannak a városközponttól, szociálisan rászorulóak, és ezért még azt a 4700 forintos havi bérlet árát sem engedhették meg maguknak, amiben az eddigi volánbuszos közlekedés került. Most számukra egy évi 2000 forintos városkártya, amivel ingyen használhatták az autóbuszjáratainkat. Ez óriási megtakarítás, 54000 forint havonta. Ez mondjuk egy porcelángyárban dolgozó munkásnak egy igen komoly megtakarítás. Nettó 54000 forintról beszélünk évente. De a Dobó-Bibó-Janákin lakók legtöbbje nem váltotta ki ezt a számára drága bérletet. Most viszont a 2000 forintot bárki megengedheti magának, és adott esetben a felzárkóztató programunkban akár támogatásként is meg tudjuk adni a mentorprogramban résztvevőknek. A Dobó-Bibó-Janákin tehát az eddigi néhány járat helyett most 30 járat, tehát ott 30 járat megy naponta, ami bejön a belvárosba.
Ezen kívül a Béketelepen, ahol szintén nagyon sokan igényelték a sűrű buszjáratot, az eddigi napi 4 járattal szemben most naponta 20 járat van, és ebben egyikben sem az elmúlt számokban nem volt még benne a munkásjárat, ami 6 járat naponta. És azt is nagyon sokan használták, nem csak az ipartelepre dolgozni menők. Tehát ezt a nagyszerű új útvonalakon közlekedő szolgáltatást, ezt nem csak ezért szerették azonban, hanem átszállás nélkül el lehetett érni bármelyik járattal, az önkormányzatot, a strandot, a tramtrén megállót, a kórházat, a bevásárlóközpontokat és a piacot. Tehát az önök által leginkább igényelt, legfrekventáltabb helyszíneket Hódműzővásárhelyen átszállás nélkül el lehetett érni az óránként közlekedő városkártyával, ingyenes buszjáratokkal. És bár úgy tűnik, és így is van, kilométerben is, sűrűségben is óriási előrelépése ez a volánbusz járataihoz képest, a városnak mégis közel 20 millió forinttal évente alacsonyabb költséggel működtek ezek a buszok, ami azt is jelenti, hogy a megtakarításból legalább egy utcát le lehet aszfaltozni. Tehát ez egy igen jelentős megtakarítás a városnak, és óriási szolgáltatás, növekedés a vásárhelyieknek. Ugyanúgy, ahogy az elmúlt fél évben, egy évben, három évben elértük azt, hogy Hódműzővásárhelyen megszüntettük a lakosság számára az országban egyedülállóan magas építményadót, a vállalkozások számára 30%-kal csökkentettük ezt az adót, ahogy a szelektív hulladékgyűjtést bevezettük az elmúlt évben Hódműzővásárhely teljes területére, a magas házas övezetekben is, ahogy a közvilágítást, amit még a Lázár Tiborcz megállapodás, az Olaf szerint csalásgyanús Elios projekt keretében elsötítették a várost, most mi fölvilágosítottuk ezt a várost, nem sorolom fel azokat az utcákat, ahol már is megtörtént a lámpák cseréje, és sokkal biztonságosabb, világosabb lett a közlekedés. Ennek a jegyében új gyalogátkelő helyeket adtunk át, egy új okos zebrát, amit folytatni fogunk még az idén, utcanévtáblákat pótoltunk, Petra felzárkóztató programot indítottunk, felszámoltuk a korrupciót, kinyitottuk a város valamennyi beszerzését minden vállalkozó előtt, és még sorolhatnám a föltárt visszaélésekkel és egyéb komoly, nagyon komoly eredményekkel azt, amit mi el tudtunk érni. Több tucat utcát sikerült felújítani, vagy legalábbis több mint egy tucat utcát sikerült felújítani az elmúlt években, köztük a Rárosi utat. Én azt gondolom, hogy tagadhatatlan a fejlődés Hódműzővásárhelyen, annak ellenére, hogy mi mindeközben nem csak adókat csökkentettünk, hanem az előző vezetés által ránk hagyott óriási, sok százmilliós tartozásokat, milliárdos tételeket fizettünk vissza. Többek között a belügyminisztériumnak több mint 1 milliárdot, folyamatosan fizettük vissza a strandot, teljesen, bocsánat, a kórháznak a 264 milliós tartozását teljesen kitisztáztuk, abból is fel lehetett volna újítani mintegy 20 utcát Hódműzővásárhelyen. Tehát amit mi az elmúlt időszakban elvégeztünk itt velem szemben, a strandnak a víztisztítója ilyen, ami évi 100 millió forintos megtakarítást jelent, a szemétszállítás átszervezésével évi 70 milliós megtakarítást értünk el. Tehát azzal, hogy ha valakinek nem a lopáson jár az esze, közgazdászként, szakemberként, tisztességes, becsületes hazafiként a város érdekében igyekszik dolgozni, és a városát gazdagítja, és nem a saját zsebét tömi, fantasztikus eredményeket lehet elérni. Hódműzővásárhely szabad fejlődésének azonban vannak ellenségei is. A mai tiltakozás témája éppen az, hogy a mai reggeltől már ezek a buszok, az óránkénti ingyenes autóbuszok, mellettem lévő járat is, immár nem közlekedhet. A Juhász Tünde vezette kormányhivatal, a Nemzeti Közlekedési Hatóság ugyanis bevonta nem csak a két általuk kifogásolt, és erre mindjárt kitérek, hogy mennyire alaptalanul megkifogásolt buszoknak a forgalmi engedélyét, vagy a közlekedtetését, bocsánat, azt nem is, hanem a Joványbusz Kft.-nek a működési engedélyét vonta vissza, amivel nem csak a városi járatokat lehetetlenítette el, hanem többek között 130 vásárhelyi külterületen lakó gyermeknek az iskolabusz járatait is. Tehát ezt a fajta rosszindulatú, aljas és visszaélésszerű hatalomgyakorlást, ezt az egész országban meg kell szüntetni. Mi itt Hódműzővásárhelyen sajnos nem is először tapasztaljuk meg, hogy vannak, akik nem a város fejlődéséért szurkolnak, hanem mindenáron el akarják azt lehetetleníteni. Ugyanúgy, ahogy az országos minisztériumi szintről, államkincstártól, kormányhivataltól sorra akadályoztatással találkozunk, hogy a 33 csengettyűközi lakás kiadását, a könyvtár új helyszínen való megépítését, a különböző fejlesztési projektjeinknél az átcsoportosítási lehetőségeket, a támogatási okiratokat nem adják ki,
egy közbeszerzést nem engedélyeznek, és ezzel lassítják, akadályozzák a város fejlődését, ezt is a politikai megfélemlítés és a politikai akadályoztatás kategóriájába kell soroljuk. Mi is történt egészen pontosan? Mióta bejelentettük és elindítottuk fantasztikus gyorsasággal az új óránkénti ingyenes buszjáratokat, azóta folyamatos sajtókampány zajlik, hazugságokkal fűszerezve, próbálják a város lakói előtt lejárató jelleggel, hamis információkkal támadni ezt az új szolgáltatást. A sofőröket az első naptól kezdve újságírók hada követte a napi munkavégzésük során, zaklatták őket, igyekeztek koszt, rendetlenséget, szabálytlanságokat találni és dokumentálni. Szerencsére sem az udvariasságukba, sem a tisztaságba nem sikerült belekötni. Előfordult olyan, hogy menet közben, vagy esetleg állóhelyen telefonált egy sofőr, vagy a maszkját lehúzta állóhelyzetben tudomásunk szerint. Ezeket dokumentálták, ezeket nyilvánosságra hozták. A sofőrök nem erre szegődtek. A sofőrök ezt nem tűrik, nem tolerálják, volt, aki nem is tudta elfogadni. Ezt a fajta zaklatást, a Lázár médiának a zaklatását, szintén ennek az ellehetetlenítési kampánynak a részeként kell értékeljük. A legdurvább azonban az a hatósági visszaélés volt, ahol több jogszabályt is megsértve, először is egy kiadott engedélyt, forgalmi engedélyt. És itt mutatom önöknek, ez az a forgalmi engedély, illetve kettő forgalmi engedély, kettő buszról van szó, az egyik itt, amelyik mellettem van, tehát erről a típusról van szó, ki van állítva. Ezek a buszok az Európai Unió területén engedéllyel rendelkeztek, majd a Szegedi Nemzeti Közlekedési Hatóságtól is megkapták az engedélyüket. Itt szerepel rajta az, hogy közforgalmú személyszállításra alkalmas. Hogyha valaki esetleg szeretné közelebbről is jobban is látni, egyrészt meg lehet nézni, azt átadom, pontosabban megmutatom. Tehát, hogyha valaki szeretné látni, közforgalmú személyszállításra alkalmas. Közforgalmú személyszállításra alkalmas. Pecsét. Jó, tehát az a hazugság. Az a hazugság, amikor a helyi fideszes média azt terjesztette, hogy bármilyen műszaki kifogás lenne az autóbuszokkal, az egyszerűen szemeszedett hazugság, az nem igaz. Egyszerűen az történt, hogy amikor kiadták ezeket az engedélyeket, és még egyszer mondom, itt van pecséttel, aláírással a forgalmi engedélyben, akkor utólag kitalálták, hogy ezeket visszavonják. Nyilván valaki akkor szólt föntről, hogy vissza kell vonni ezeket az engedélyeket, elírásra hivatkoztak, ami szintén bűncselekmény gyanúsnak tűnik így elsőre, hiszen hogyha bármi veszélyt okoztak volna ezzel, akkor az a tévedés, hogy kiadtak volna egy erre nem alkalmas busznak egy engedélyt, azzal ők ártatlan polgárokat veszélyeztettek. De mindannyian tudjuk, hogy nem ez a valószínűbb magyarázat, egyszerűen arról van szó, hogy politikailag próbálták ellehetetleníteni a buszközlekedésünket. Ezt követően, bár írásban ezt az engedélyt kiadták, és ez hatályos, telefonon, szóban próbálták visszavonni ezt az engedélyt, és végül ennek szereztek érvényt egy tegnap este 18 óra 47-kor elektronikusan kiküldött visszavonó határozattal. Egy olyan határozattal, ami ellen felebezésnek, tiltakozásnak helye nincs, és azonnal hatályos. 18 óra 47-kor megjelent, kikezvesítésre került ez a visszavonó határozat. 7 percen belül, írd és mond, 7 percen belül a Lázár Média Vásárhely 24-en már is megjelent egy komplett cikk. Nyilván nagyon naívak lennénk, ha azt gondolnánk, hogy ez a cikk nem volt már előre megírva, hogy az egész nem volt előre eltervezve. Én tegnap egy nagyon barátságos beszélgetést folytattam a Holánbusz vezérigazgatójával, aki egy szóval nem említette, de mindabból, hogy ez a telefonhívás megtörtént, illetve hogy a Holánbusz szemben láthatóan fölkészült arra, hogy ő még folyamatosan szolgáltasson itt, és szerintem ők pontosan tudták azt, hogy az új Jóványbusz tömegközlekedést, az óránkénti ingyenes járatokat ők el fogják lehetetleníteni, és nem lesz más opció, mint kényszerkijelöléssel a Volánbuszt újra megbízni, akár egy hónapra, akár három hónapra, akár mekkora időtartamra, hogy továbbra is a régi menetrend szerint drágán, üresen közlekedtesse a vásárhelyi buszokat. A forgalmi engedély kapcsán két alkalommal is a Jóványbusz társaságot
100-100 000 forintos büntetés érte. Jól lehet, egyik alkalommal sem találtak semmilyen műszaki szabálytalanságot. A felvett jegyzőkönyvben szerepel egy olyan tétel, hogy a PÁV 2-es engedély dokumentációja nem volt a sofőrnél. Az ellenőrző hatóság pontosan tudta, hogy nem lesz a sofőrnél ez a PÁV 2-es dokumentáció, hiszen ezt a volán nem adta ki ezeknek a korábbi volános sofőröknek. Azóta természetesen megvan, hogyha ez a hatóság nem szándékosan ellehetetlenítési, bírságolási szándékkal ment volna ki, akkor a saját nyilvántartásukban elektronikusan, online módon megnézhették volna, hogy az érintett sofőröknek megvan ez a papírja. Egyszerűen az történt, hogy az előző munkáltató, a volánbusz ezt a papírt még akkor nem adta át nekik. Tehát amikor azt látjuk, hogy ilyen pártállami aljas eszközökkel próbálnak ellehetetleníteni egy a hódműző vásárhelyeknek rendkívül értékes és nagyon fontos szolgáltatást, akkor azt kell mondjam, hogy egyértelműen pártállamban élünk, egy mafia államban, ahol, hogyha valaki valami jót akar csinálni, és azt nem a Fidesz csinálja, vagy nekik nem tetszik, vagy nekik politikailag ebből nincsen hasznuk, vagy a saját zsebüket nem tudják megtömni, akkor ezt egyszerűen ellehetetlenítik. Hát ez ellen tiltakozunk mi ma itt valamennyien. Szeretnénk azt, hogyha minél hamarabb ezeket a határozatokat visszavonnák. Én nagyon szeretném azt, hogyha egy olyan országban élnénk, ahol ilyen nem is fordulhat elő, soha többé nem fordulhat elő. Erre pillanatnyilag a tiltakozás az egyetlen eszközünk, a járvány helyzetre való tekintettel ez is egy nagyon limitált tiltakozás, egy spontán, vagy majdnem spontán találkozó lesz. Természetesen megköszönöm azt, akik mind tudomást szereztek erről a mai sajtótájékoztatóról, és személyesen is idejöttek, megkérve őket továbbra is, hogy maximálisan tartsák be a járványhelyzeti előírásokat. De egy év múlva ennél sokkal nagyobb lehetőségünk lesz. Egy év múlva végleg pontot tudunk tenni Magyarországon a kommunista pártállam időszakára. Egy év múlva le tudjuk váltani a tolvajokat, le tudjuk váltani azokat, akik kirabolták a hazánkat, akiknek a saját kastélyépítésük sokkal fontosabb volt, mint a hódmezővásárhelyi emberek biztonságos közlekedése, közvilágítása, tömegközlekedése, adófizetése, környezettudatos, szelektív hulladékgyűjtése, és még sorolhatnám. Egy év múlva egy olyan kormányt tudunk választani Magyarországon, amely nem elveszi az önkormányzatoknak a bevételeit, nem ellehetetleníti a városok működését, hanem hagyja őket szabadon fejlődni, vagy mint Nyugat-Európában, a szomszédos Ausztriában komoly pénzekkel még támogatja is őket egy veszélyhelyzet idején, amikor egyébként is komoly kiesései és nagyon nagy terhei vannak ezeknek az önkormányzatoknak. Én tehát arra kérem önöket, hogy a maguk módján önök is terjenek meg mindent. Ha tehetik, önök is ezen az útvonalon, amit most bejárunk, egy emléktúrát, egy autós városnéző kirándulást tegyenek. Mi most a 43-as útvonalat fogjuk majd autóval bejárni, megint csak a biztonság kedvéért. Ezt önök is megtehetik majd. Önök is kifejezhetik véleményüket, írhatnak az országgyűlési képviselőjüknek, kérhetik Lázár János segítségét abban, hogy ha már a Tramtrain projektnek ő a felelőse. Egy olyan projektnek, amely hatalmas késésekkel, komoly műszaki problémákkal, strukturális hibákkal és óriási túlárazással, költségtúlépéssel lassan mégis a végéhez közeledik, lassan a felfordulás megszűnik Hódmezővásárhelyen, akkor ennek a Tramtrainnek az indulására legyen egy olyan autóbuszos helyi tömegközlekedés vásárhelyen, amely lehetővé teszi azt, hogy minél több vásárhelyi ki tudja használni a Tramtrain előnyeit. Ezt mi megoldottuk, hogyha hagyják, hogyha nem lehetetlenítik el, akkor a tisztességes, korrupcióellenes vezetők, azok ezt az országot ugyanúgy, ahogy ezt a várost föl tudják virágoztatni. Ehhez az önök támogatására, kiállására és majd előválasztáson és az igazi megmérettetésen 2022-ben az önök szavazatára lesz szükség. Akkor már csak egyetlen egy kérdés lesz Magyarországon, Fidesz vagy nem Fidesz. Nagyon szépen köszönöm, kérem továbbra is támogassák a demokratikus, szabad, európai Magyarországot, ahol jobb élni. Azon a vásárhelyen ezt már megtapasztalhattuk, ahol jobb élni. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot kívánok önöknek!